Na, igazság pillanata. Ez jó lesz! De finom. Hát még? Amúgy meg meleg. Majd a végén, mikor már levét is eszed. Szóval, ja, az egyik hívottam Winston, másik Lizis kolléga, a harmadik pedig Trembi. Szóval ki hívottjaim? Winston, Lizis, Trembi. 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 Na? Most sétáltok el a Tesco-ig, mert bezöglött az a hülye kocsi. Nem igaz, hogy pont engem tudott választani. Utálom a csípőset, soha életemben nem ettem meg. Ebbe beledöglök. Muszáj ezt megcsinálnom? Hát igen, ki lettem hívva. Youtuber pályafutásom során először. De én nem szoktam kihívásos videókat csinálni. Na jó, de ez más. Ha nem csinálom meg, mindenki gyávának fog tartani. De akkor is, beégetni magam a nézőim előtt. Hát, végül is növelheti a nézettségem, ha belegondolok. Na jó, akkor megcsinálom. Ha belepusztulok is, megcsinálom. De nincs semmi ötletem ehhez a videóhoz. Ahó, hol a többi acseny? Pedig most készült el a csípősleves kihívás forgatókönyve. Na, akkor már csak a cuccokat kell beszereznem hozzá. De most tulajdonképpen hova indultam? És hol vagyok most egyáltalán? Kedves elsőként, megint ezek a fura hangok. Sziasztok, Trembinátorok! Én vagyok, ő meg ő. Vagy akarsz bemutatkozni? Nem. Helyes. Na, ne poénkodjunk, mert ez egy nagyon komoly challenge videó lesz. Videós pályafutásom alatt az első kihívás. Nem kamú, láthatátok, tényleg kihívtak még hozzá. Barátunk. Innen is puszillak, de főleg Csengét. Nézzük is, hogy mit fogunk enni. Hallod, ennyi lett volna a dolgot, hogy ide dobd az asztalra. Na hát ez egy nagyon finom csemege lesz, tele olyan finom alkotó elemekkel, mint például szójaszósz, szójabab, húzas, ózöld, vagy ma paradicsom, szezámmal, lisztkezelőszerek, E500, E451, E621, E635. Csomó olyan alkotó elem, ami elengedhetetlen egy fejlődésben lévő szervezet számára. Először is ehhez forró vízre van szükségünk, te tudsz forralni vizet? Igen, tudom. Akkor taníts már meg, légy szíves. Amikor bugyborékol a víz, akkor már jó? Igen. Na, jó van akkor. Itt is van a vizecske. Ú, de jól néz ki. Paprikás csipszaga van. Mutasd meg. Így még nem jó. Tessék, ezt már le is zárhatok. Igen. Most jön a tiéd. Wow, de meleg. Az a dolga neki, hogy meleg legyen. Állás után majd belekeverjük plutónium professzornak a titkos összetevőjét, ezt a kotányi csili. Hogy kell ezt ejteni, Badmeyhan? Mi ez? Cayenne. 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 Szóval ezt fogjuk majd belekeverni. Pontjuk már ki. Nagyon várom. Ezt is? Igen. Jó. Amúgy megkóstolom ezt is. Na, együk meg ezt így. Natúr. Ez hülyeség volt! Már ráállt eleget? Azt, ahogy nem tudod húzat oda. Wow, az enyém. Na és akkor ebből rakunk először egy ilyen kanálnyi. Tessék! Kérsz még? Nem! De! Nem! De! De. Mondja még! Ez egy teás kanálnyi. Rökjön már! Na! Úristen! Még egy picit, mert meg nem elég. Bőven. Aha. Tessék. Köszönöm. Ennyi egyelőre. Aztán van még, hogyha még bírjuk, akkor majd rakunk be. Az előbb elrepült el fölött egy légy, és ott kicsivel később ott lezuhan. Lehet, hogy feltanáltunk egy új rovarírtószer. Magic, ennek a légynek a halála a te lelkeden szárad. Aztán meg az enyémék. Te már eszed? Igen. Milyen? Jó? De én nem merem, mert ez forró. Ez még bírható. Nem azért, mert izé, hanem mert forró.
semmivel a tészta elnyomja. Neked elnyomja a tészta? Tényleg elnyomja a tészta. Én még rakok bele. Te nagyon bevállalós vagy. Rakjál bele, persze. A tiédben is, na. Nem. Várjál, még egy falatot szeretnék enni belőle, mielőtt meghalok. Nehogy ne ilyesen halljak meg. Ja. Ezen túl minden nap ezt fogjuk enni. Benne vagyok. Amit rakjunk még bele. Rakjál még. Na mi van? Belekortyoltál? Hát még szépen. Kóstoljuk meg a levét. Egyszerű. Ez ilyen maros. Én, aki nem bírom se az erőset, se a csípőset, még a savanyúságot is utálok, én ilyeneket csinálok, megőrülök. Kérsz még? Hallod, de már alig van ebben a szacsiba. Mi? Alig van benne, nézd meg. Jó a leve is. Nagyon jó. Rakjunk még bele. Szenvedni kell, mert azt várja mindenki, hogy szenvedjünk. Szenvedni, ez az, hogy finom, meg ízé, az senkit nem érdekel. Ennyi maradt benne. Mutatva meg a kamerám. Ez semmi, ez elfogyó. Jó, itt várjon. De most ennyi a csípős leves, tényleg? Hú, de ezünk olyan még mindig forró. Hát igen, csak a forróság miatt nem ittam még meg. Azt a mindenit, a level az már összeért. Aha. Töröld meg a szádat, kisfiam. Jó. Hallod, tapnyomjál a medve, hogy könnyezem. Könnyezem, nézd meg, kisfiam, könnyezem, nem látod? Nekem már minden bajom van. Ennyi. Köszönöm szépen! Veszek egy kis levegőt a szívén. Van még egy kis fél kortya az alján. Hű, baszki! Ez egyszerű volt. Milyen kemény legény vagy te, azt a mindenségit. Végre rendesen ki tudtam fújni az orrom. Szóval kihívottam, Lucky. Ha nem csinálod meg, vagy. Hát én nagyon örültem ennek a kihívásnak. Jól szórakoztunk. Most már csak az van, hogy nekem kéne kiválasztani három embert, akit kihívok. Mindjárt hármat kell kihívni. Hát az első kihívottam, aki így elsőnek eszembe jut, az Dömös. Úgyhogy Dömös, ha ezt megnézed, tessék megcsinálni ezt a csípősleves kihívást. De nem akárhogy, kell egyszer ez a... mi ez? Cupnudles. Tesco-ban lenni 270 forintos. Ja, Tesco gazdaságos. És ezt meg kell spékelni egy ilyen kotányi csilivel. A második kihívottam... szerintem Petiman. Mi? Petiman. Az egy nagyon jó kis vlogos, vlogger, ja. Videós, én szoktam nézni. A harmadik kihívottam pedig Suhambongó csatornája. Azt se tudod, kiről beszélek, mi? Tehát akkor Dömös, Petiman és Suhambongó. Csináljátok meg ezt a csípős-leves kihívást. Örülök, hogy velem tartottatok. Tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Hogyha nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel a csatornámra. Én Trebbi voltam, sziasztok! Köszönj már el! Sziasztok! És te ki voltál? És te ki voltál? Egy gyerek. A fia. A kisfia. Remélem létezik olyan, hogy nyelvált ültetés. Szájpadlás, kiadlás. Do it! Yes, you can! Just do it!